Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Buda Kalász ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Omszk Park. Megújul a játszótér és a fitness park. Pilisi parkerdő. A Buda Kalász környéki kirándulóhelyek is beletartoznak a több mint 1000 kilométeres túraútvonalba. Vigad együttes. Koncertet tartottak december 10-én a Kós Károly Művelődési Házban. Megújul az Omszk Park játszótere és a fitness park. A tegnapi lakossági fórumon a tervezést végző cég bemutatta a tervjavaslatokat, és a kapott visszajelzések szerint folytatja majd a munkát a 3000 négyzetméteren megújuló terület közösségi kialakításával kapcsolatban. Ahogy már korábban beszámoltunk róla, Buda Kalász város önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatására 185.380.000 forint összegű visszanemtérítő támogatást nyert. Ennek egy részéből felújítják az Omszk Park játszóteret és annak környezetét. A tegnapi lakossági fórumon a novemberi kérdőívre érkezett 257 ötlet, illetve válasz alapján Gyergyai Tóth Erika ismertette a tervjavaslatait a jelenlévőkkel. A fő koncepció is volt, hogy látják, három nagy területet hoztunk létre, a nagyoknak, a kicsiknek, illetve a sportolni vágyóknak, és mind a három terület között egy központi tér is helyet kapott, ez a pihenő rész, illetve egy napozó rész. A tervezésnek az elsőleges szempontja, amik láthatóak is, az időtállóság, a fenntarthatóság, korszerűség, az, hogy mindenki megtalálja a saját maga által kívánt és szeretett játszási, illetve mozgási vágyát, illetve azt, hogy a meglévő növényállományt megvédjük, illetve azt bővítsük. A egyik fő koncepció volt még, hogy az egész parkot, illetve játszóteret megnyissuk az Omszki tó felé, ezért a kerítés eltávolításra fog kerülni, de úgy próbáltuk kialakítani, vagy próbáltam kialakítani az egész parkot, hogy mégis egy védett terület legyen a gyerekek és a felnőttek számára is. A védettséget növényekkel, illetve tereplasztikával kívánjuk megoldani, illetve a kicsiket hátrébb helyeztük egy központi részre, ahonnan nehéz elcsatangolni, illetve ahol biztonságosabb és védettebb helyen vannak. A tervek alapján a terület három fő központi része, a kicsik, illetve a nagyok birodalma, valamint a fitness park. Mindez kiegészül asztalokkal, padokkal, napozóágyakkal, kerékpártárolóval, továbbá a lakossági kérésként érkezett ivókúttal is. Lakossági kérésként hangzott el, hogy az ivókút ne a játszótéren belül, kerítésen belül kerüljön, azért, hogy akik sportolni vágynak, illetve futnak, ne kelljen mindig bemenniük, és kevésbé mernek is bemenni, illetve akik bent vannak gyerekek, nekik ne menjen minden idegen, mindenki ne látogassa a területet. Ezért egyből ide tettük a futópálya, illetve a járda mellé, bárki számára megközelíthető. És a másik bejárat, ami ahol régen is volt gyakorlatilag, ez a terület. Itt kapott helyet még egy kerékpártároló, ahol aki biciklivel érkezik, bárki le tud parkolni. A kicsik rész, hogy említettem, a hátsó részen van, egy központi rész, védett részen. Itt öntött gumi burkolatot terveztem, azért, hogy egyrészt korszerű, esztétikus, illetve nagyon jó a használata, és nagyon szép formákat, színeket is ki lehet belőle alakítani. Idehez tartozik még egy domb, egy térplasztika gyakorlatilag, egy szintén gumiburkolattal fedett domb, amiben rézsicsúszdák, illetve különböző kapaszkodó mászó eszközök vannak. A meglévő növényállomány védelme, valamint fejlesztése is egy fontos tényező. A terület fásítása nem csupán esztétikai szempont, de a játszófelületek árnyékolásához is nagyban hozzájárul. A játszótéri eszközök felülvizsgálata, valamint korszerűsítése után a tervek szerint földbe süllyesztett trambulinnal, csúszdákkal, mászókákkal fog kiegészülni a terület. A nagyok birodalma egy játszóeszközt foglal magába, amely elég összetett és komplex. A tervezett meghatározó eleme egy 6 méter magas, 4 tornyú háló, amelynek különböző pihenő elemei is vannak. Ugye a képen is látszódik, lehet mászni jobbra-balra, és van középen egy, hát nem
trambulin, de végülis nem trambulin, mert nem annyira ugrál, tehát nem annyira rugózik, de végül is azt a szerepet tölti be, illetve egy-két ilyen gumimembrán, ahol lehet pihenni. Külföldön gyakorlott, hogy 4 osztály is tud itt kültéren órát tartani, hogy kimennek, és a 4 torony egy-egy hálójára ülnek, és ott tartják az órát is. Szabad levegőn vannak, együtt vannak, másznak, mozognak. A fitness rész központi helyre kerül, az online kapott kérések alapján pingpong, valamint techbalasztal is kerül a parkba, illetve a fórumon elhangzott kültéri eszközökkel kapcsolatos felvetések is beépülnek a tervbe. A mosdó létesítésével kapcsolatban is érkezett igény. Azt gondoljuk, hogy a park egészéhez mindenképpen fontos az, hogy egy nyilvános és használható kulturált mellékhelyiség legyen. Az látszik, hogy mindent egyszerre ebben a projektben nem fogunk tudni megvalósítani. Az volt a cél, hogy egy igazán jól használható olyan játszóteret és közösségi teret hozzunk létre, ami önmagában egy egység. És ha túl sokat akarnánk beletenni, akkor mindenből egy nagyon sok kompromisszumot kellene kötni. Úgyhogy az volt a cél, és erre kértük meg a tervezőt is, hogy gyakorlatilag a mellékhelyiség az egy később is hozzátehető, és azt gondoljuk, hogy egy nagyon fontos olyan elem, amit ebben a projektben nem, de a tervekről, a hosszú távú tervekről nem vettük le, természetesen mindenképpen szeretnénk egy ilyet is megvalósítani. Ennek az ütemezése a kérdés. Az első ütemben, illetve ebben, hogy ez egy önálló egységként működjön, itt azt gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy tényleg egy markáns, olyan megjelenésű, egyedi közösségi tér jöhessen létre, amit minden generáció tud használni, és egy további ütemben pedig a parknak a fejlesztéséhez mindenképpen ez a mellékhelyiséghez hozzátartozik. A lakossági fórummal kapcsolatban megkérdeztük Nágel István alpolgármestert, valamint Gyergyai Tóth Erika okleveles tájépítészmérnököt is. A velük készített interjút a holnap esti híradónkban tekinthetik meg. A gyermeket nevelő szülők csak akkor kaphatják meg 2022. február 15-ig az idén befizetett adójukat, ha a Nemzeti Adó és Vámhivatal ismeri a kiutaláshoz szükséges adatokat. A szülő belföldi bankszámlaszáma vagy postacíme nélkül tehát nem tud utalni az adóhivatal. Hívta fel a figyelmet a NAV a keddi közleményében. Jelezték azoknak, akik nem kapnak családi pótlékot, de jogosultak családi kedvezményre és szeretnék megkapni 2022. február 15-ig az adó visszatérítést, ki kell tölteniük a visszadó nyilatkozatot, és be kell nyújtaniuk december 31-ig a NAV-hoz. Ha valaki nem küldi be a nyilatkozatot, és a NAV az adatok nélkül nem utalja ki a visszajáró összeget, akkor az utólag a 2021-es SZIA bevallásban igényelhető vissza. Ebben az esetben legkorábban 2022. március 1-től juthatnak hozzá a szülők a visszajáró összeghez. A Budakalász környéki kirándulóhelyek is beletartoznak abba a több mint 1000 kilométeres túraútvonalba, ami a Pilisi parkerdőhöz tartozik. Megfelelő ruházat, felszerelés, gondosan kiválasztott útvonal, úti cél, ez kell ahhoz, hogy élmény legyen télen is túrázni a szakember szerint. Nagy kevés nyereg, rókakör, csak néhány azok közül a túraútvonalak közül, amik sokak kedvencei Budakalász környékén. Fel kell készülni minden évszakban az erdőlátogatásra, különösen akkor, ha hosszabb túrára indulunk. Nem mindegy, hogy milyen évszakban kelünk útra, az időjárás, a fényviszonyok gyors változása miatt, hogy hogyan érdemes felkészülni egy téli kirándulásra, mire kell figyelni és mit érdemes magunkkal vinni, azt a szakembertől kérdeztük meg. A Pilisi parkerdő erdei télen és nyáron, tavasszal, ősszel is nyitva állnak a kirándulók előtt. Ugyanakkor azért egy ilyen téli időszakban magának a túrának a tervezése fokozott figyelmet igényel. Hiszen korábban sötétedik, más az időjárás, akár egy ilyen havas környezetben ugye csúszósak lehetnek a turistautak, úgyhogy mindenképpen érdemes alaposan felkészülni egy túrára. A túrának tervezésnek a kezdő lépése az, hogy először is megtervezzük, hogy hova megyünk. Erre számos honlap, online felület lehetőséget kínál, akár a Pilisi Parkerdő weboldalán, a parkerdő.hu-n, vagy a Magyar Természetjáró Szövetség weboldalán is tájékozottatunk arról, hogy hova szeretnénk menni. Most már remek túratervező alkalmazások állnak rendelkezésre, amikből kedvünkre válogathatunk. Igaz ugyanakkor, hogy nem árt, hogyha egy papír alapú térképet is beleteszünk a hátizsákba,
világba, hiszen okos eszközeink ezekben a hideg időkben gyorsabban leismerülhetnek. Ha megterveztük a túrát, akkor érdemes a túraútvonalunkat megosztani családtagunkkal, barátainkkal, hogy tudják, hogy merre járunk, és körülbelül mikorra fogunk visszaérkezni. Továbbá fontos az is, hogy ebben a téli időszakban ugye korábban sötétedik, tehát mindenképpen egy olyan menetidővel számoljunk, amit teljesíteni is tudunk. Fontos, hogy melegen öltözzünk fel, rétegesen és elengedhetetlen ilyenkor télen egy jó meleg túrabakancs, amivel tudunk közlekedni az erdő talaján. Oda kell figyelni a kirándulás megtervezésekor, mert vannak olyan útvonalak, amiket télen érdemes elkerülni. Ebben a téli időszakban, főleg amikor ugye leesett a hó, akkor nagyon jól esik az erdőt járni és kikapcsolódni, kicsit feltöltődni. Ugyanakkor vannak azért olyan helyek, például a szurdokvölgyek, ahol fokozott figyelemmel kell kirándulni. Vannak azonban olyan helyek, mint például a rámszakadék, a holdvilágárok, ugye itt a szurdokvölgyekről beszélünk, amik még fokozottabb figyelmet igényelnek a túra megtervezése szempontjából. A Pilisi parkerdő területén több mint 1000 kilométernyi túraútvonal található, így bármerre is indulunk, azt gondolom, hogy jó eséllyel tudunk egy jó túrát tenni. Az erdőben ugyanakkor azért fokozott figyelemmel kell kirándulni, egyrészt oda kell figyelni a terepviszonyokra, másrészt pedig fontos az is, hogy a túránkat úgy tegyük, hogy azzal a természetet ne károsítsuk. Természetesen lehet arra is számítani, hogy vaddal találkozunk az erdőben, ilyenkor ne nyúljunk hozzá, ne közelítsük meg, hagyjuk meg neki a megfelelő menekülési útvonalat. Csendben a természet károsítása nélkül járjuk az erdőt, ami éppen az év legcsendesebb időszakát éli, regenerálódik. A téli időszakban a Pilisi parkerdő területén számos helyszínen vadállomány szabályozás is történik társas vadászatok keretében. Ezeknek a társas vadászatoknak az időpontjait feltüntettük a Pilisi parkerdő honlapján. Egyrészt igyekszünk előre tájékoztatni a kirándulókat, hogy mely napokon várható társas vadászat, másik oldalról pedig közzé is tesszük, hogy éppen az adott napon, ugye melyik helyszínen térképpel jelölve, hogy hova nem érdemes aznap elindulni, mely területek kerülnek lezárásra. A vadállomány szabályozása egy fontos feladat az erdő életében, hiszen hogyha túlszaporodik a vad, annak az erdő látja a kárát. A gondos tervezés mellett szükség lehet egy jó téli túrához feltöltött mobiltelefonra, vízhatlan bakancsra, meleg ruhára, élelemre is. Fontos, hogy ne zavarja meg senki túrázásával a természet téli életritmusát. A Vigad együttes adott koncertet december 10-én pénteken a Kóskároly Művelődési Házban. Az öttagú zenekar a délszláv népzene dallamait hozta el a budakalászi közönségnek, akik különleges hangszerekkel és néprajzi érdekességekkel is megismerkedhettek. Közel 5 éve alkot egy formációt a Vigad együttes, melyet három fiatal népzenész, Eredics Vince, Zetelaki Gáspár és Zetelaki Dániel hívott életre. Nevük az alapító tagok keresztneveinek kezdőbetűiből álló mozaik szó. Nemrégiben Csőke Dávid hegedű szólistával és Varga Lőrinc bőgőssel kvintetté bővült a csapat. A Vigad együttes tradicionális délszláv népzenét játszik. Ezt Eredics Gábortól, édesapámtól tanultuk meg gyerekkoromban a Vujčić Tihamér zeneiskolába, és ugye a Vujčić együttes és a Söndörgő együttes talán itt a térségben elég népszerű, illetve hát országos és világhírnévre is szertettek már. Itt ugye nekünk gyakorlatilag gyerekkorunktól kezdve egyenes volt az út abban, hogy ezzel a zenével foglalkozhassunk, hiszen ugye mindent megkaptunk ettől a két együttestől, a Vujčićtól és a Söndörgőtől, hogy a pályánk elkezdéséhez, és most elérkeztünk arra a pontra, hogy most már azért saját koncertjeink vannak, saját megkereséseink vannak, immár mi is teljes jogú képviselői vagyunk ennek a műfajnak itt Magyarországon. A Vujčić és a Söndörgő együtteshez is rokoni szálak fűzik Vincét, ugyanis édesapja és unoka testvérei ezekben a formációkban játszanak. A Vigad zenei világát nagyban meghatározza a két zenekar. Mi most abban a fázisában vagyunk a saját hangzásunk megtalálásának, hogy árgus szemekkel figyeljük a Vujčić és a Söndörgő együttes játékát, átemeljük azokat az elemeket, amik a mi szívünkhöz közel állnak. Ugye itt a Vujčić együttestől rengeteg mindent tanultunk alapjában véve, hiszen ők kezdték el ezt a zenét színpadi formában megszólaltatni. Ugye itt népzenéről van szó, nem magától értetődő, hogy koncertszerű előadásban hallhatja ezt a közönség.
ezt a Vujčić együttes kezdte nekünk, és ez az alapfilozófiánk, hogy szinte klasszikus zenei kidolgozottsággal szólaljanak meg ezek a gyönyörű dallamok, illetve a söndörgő aztán olyan energiákat tud beletenni a színpadi produkciójába, ami egyszerűen elsöprő erejű, és ezt is próbáljuk mi is beépíteni a saját hangzásunkba. Úgy jellemezném, arra törekszünk, hogy klasszikus zenei igényességgel és a modern könnyű zene energiájával szólaltassuk meg ezeket a természetesen gyönyörű dallamokat. A múlt hét pénteki koncerten többi között a derbukát és a tamburát is megszólaltatták a fiatal muzsikusok. A budakalászi közönség számára komplex zenei élmény nyújtott az együttes. A Vígad együttes koncertjéről bővebb összeállítást láthatnak pénteken a Kultúrcseppek című magazin műsorunkban. Végül a várható időjárásról. Szerda reggelre többfelé képződhet köd. Legfeljebb rövid időszakokra süthet ki a nap. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás, néhol gyenge eső is előfordulhat. Délután -1, +7 fok várható. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer, röviden. Megújul az Omsk Park játszótere és a Fitness Park. A Budakalász környéki kirándulóhelyek is beletartoznak abba a több mint 1000 kilométeres túraútvonalba, ami a Pilisi parkerdőhöz tartozik. A Vígad együttes adott koncertet december 10-én pénteken a Kós Károly Művelődési Házban. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Híradóval legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Félidő című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!